Jobbik Mátra Szent Imrén tartotta évnyitó frakció ülését. Több volt a káresemény, évet értékelt a katasztrófavédelem. Hamarosan új helyre költözik Szent István lovas szobra. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Befejeződött a Jobbik évnyitó frakció ülése Mátra Szent Imrén. Volnár János frakcióvezető az elmúlt három nap legfontosabb témáiról, a frakción belüli személyi változásokról és a magyarországi olimpiáról tartott sajtótájékoztatót. A párt megfogalmazta legfontosabb intézkedéseit, amelyek mindenképpen szerepelni fognak választási programjukban, hiszen 2018-ban kormányváltásra készülnek. Jelentősen elmaradt a magyar emberek bére az európai átlagtól, ezért bérfelzárkóztatásra van szükség, kezdte sajtótájékoztatóját Volnár János frakcióvezető. Többek között erről tárgyaltak a képviselők az elmúlt három napban a frakcióülésen. A béremeléshez azonban szükség van a megbízható külföldi partnerek támogatására. A Jobbik ereje nemzetközi szinten is megnőtt, több olyan külföldi együttműködő politikai erőt találtunk, amely lehetővé teszi azt, hogy azt az 1 millió aláírást, ami ennek érdekében összegyűjteni szükséges, össze tudjuk gyűjteni. A frakcióvezető a pártot érintő személyi változásokról is beszélt. Mint mondta, a korábbi frakcióvezető helyettes Duró Dóra nem vállalta tovább a posztot, így a helyére a korábbi helyettest Gyöngyös Mártont nevezték ki. 2010 és 15 között a Jobbik ugye fölépítette a parlamenti munkáját, ugye volt egy új kétharmados többséggel szemben kellett ugye a frakciót igazgatni, ugye voltak különleges kihívások ugye 2010 és 15 között, most viszont egész más helyzetben vagyunk. A párt kormányváltásra készül, ezért változtak meg a feladatok. Volnár János sajtótájékoztatóján a 2024-es budapesti olimpiáról is beszélt. Mindenki attól tart, hogy a Fidesz szét fogja lopni az olimpiát, azok a Fidesz közeli vállalkozók, akiket naponta láthatunk az újságok címoldalán milliárdokban fürödve, ők lesznek azok, akik majd ebből a legnagyobb mértékben részesülnek, nem az ország fog profitálni. Mivel ennek megrendezése megosztja a magyar embereket, a frakcióvezető szerint érdemes lenne a kormánynak átgondolni, szükség van az olimpiára. Közel 9%-kal emelkedett a káresemények száma 2016-ban a korábbi évekhez képest. A tűzeseteknél 8%-os, műszaki mentéseknél pedig 10%-os volt az emelkedés, derült ki a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság évértékelőjéből. Július 1-jével a kéményseprői tevékenység lakossági szolgáltatás átkerült a katasztrófavédelemhez, továbbá két új tűzoltó gépjármű fecskendővel erősödött Heves megye tűzvédelme. Emellett új eszközökkel és felszereléssel is gazdagodott az igazgatóság. A 26 önkéntes tűzoltó egyesület a riasztások 10%-ánál jelen volt. A tűzesetek 99%-át egy gépjármű fecskendővel le tudták küzdeni, és mindösszesen 4 esetben fordult elő, hogy több tűzoltóegységet kellett riasztani nagyobb tűzesetekhez. 2016-ban összesen 2132 káresemény volt, mondta Csontos Ambrus, a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. Az elmúlt évben az összriasztásunk tekintetében, ami 2100 fölött alakult, egy közel 9%-os emelkedés figyelhető meg a korábbi évekhez képest. Tűzeseteknél egy 8%-os, műszaki mentéseknél egy 10%-os emelkedés, tehát ez egy 1200, közel 1200 tűzesetet és 900 műszaki mentést jelentett. És ami megemelkedett jelentősen, az a téves jelzések aránya. Elhangzott továbbá az is, hogy a 26 önkéntes tűzoltó egyesületnek nagyon fontos szerepe van egy-egy beavatkozásnál. 2016-ban is sokat segítettek. Bár Heves megyében a tűzoltóságok elhelyezése nagyon jól sikerült, tehát az úgynevezett diszlokáció, majdnem minden települést elérünk 20 percen belül, de azért a helyiek, ha előttünk kérnek, és a tűzcsapokat előkészítik a tűzoltók részére, vagy áramtalanítanak, a gázt elzárják, azzal óriási nagy segítséget nyújtanak a hivatásosoknak, és elmondhatom, hogy az összes beavatkozásunk 10%-ánál segítettek bennünket. Tavaly is kiemelt figyelmet fordítottak a gyakorlatok megszervezésére, különösen azokra, amelyekkel ritkábban találkoznak. Így például az alagúttűz, a jégrőlmentés, a pszichikai gyakorlat, a magas épületek oltása vagy az állapotok.
állatok mentése. Szó esett a zöldmezős tűzoltó laktanya és katasztrófavédelmi kirendeltség építéséről is, mely Gyöngyösön a volt laktanya közel egy hektáros területén valósul meg. Remélik, hogy a jogi akadályok elhárulását követően idén már elkezdődhetnek a munkálatok, tette hozzá Csontos Ambrus. 135 éves múlt, komoly versenyeredmények és minőségi munka jellemzi az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A csoportot munkája elismeréseként a 2016-os év önkéntes egyesületének választották. A szakmai területen nyújtott megbízható és minőségi munkájának, valamint az aktív tevékenységének köszönhetően 2016-ban az év önkéntes egyesületének választották az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Vándorkupát, oklevelet és emléksérleget vehettek át az országos ünnepségen. A Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság terjesztette föl az egyesületet. Nyilván kellett egy szöveges bemutatás, illetve egy szakmai értékelés az egyesületről, és ezt a BMOKF főigazgatóságon bírálták el, és nagyon nagy örömünkre az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ítélték oda ezt az elismerést. A tűzoltó szertár falát versenyeken szerzett oklevelek és serlegek díszítik. A jelenleg 47 aktív fővel működő egyesület tehát komoly múlttal rendelkezik. Az egyesületünk idén ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. Kettes típusú együttműködési megállapodással rendelkezik a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal. Ez azt jelenti, hogy nem csak tűzoltóversenyeken, bemutatókon, ifjúságneveli munkában veszünk részt, hanem amennyiben szükséges, akkor az egyesület tagjai beavatkoznak tűzeseteknél, műszaki mentésnél, árvíz, belvíz, védelmi munkálatokban egyaránt. Az önkéntes tűzoltók tehát éles helyzetben épp úgy megállják a helyüket, mint a tűzoltó versenyeken. Mindezek mellett az egyesületben komoly hangsúlyt fordítanak az utánpótlás nevelésre. Jászárokszállás képviselői közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartottak. Az ülésen részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, akitől a lakosok leginkább az utak állapotának javításáról érdeklődtek. Főhajtással kezdődött a februári ülés Jászárokszálláson. A nemrégiben elhunyt dr. Gyenes Miklós és dr. Edelényi Béla háziorvosokra egy perces néma felállással emlékeztek a képviselők és a közmeghallgatáson résztvevők. Pócs János országgyűlési képviselő elmondta, azon dolgozik, hogy a Jászárokszállás jászágói útszakasz az idén elkészüljön egészen Puszta Monostorig. Ennek azért van jelentősége, mert a Rosenberger jászárokszállási gyárába munkába járó több mint 1400 ember biztonságos közlekedését segítené. Jászárokszállás a megyének és a jászágnak egy fontos része, tudjuk, hogy mit jelent a gyár, akár jászárokszállás, akár a jászág tekintetében. A gyár és maga a gazdasági fejlődés az már tett annyit az asztalra, hogy a jászárokszállásiak jogosan kérhetnek vissza is. Az utcaképet csúfító romos házakról is szó esett az ülésen. Jelenleg 46 olyan ház van a településen, amit szükséges lenne lebontani. Megtárgyalták az önkormányzat idei évi költségvetését is. Az idén közel 2 milliárd forintból gazdálkodhat a város. Iparűzési adón kívül továbbra sem vetnek ki egyetlen helyi adót sem, mondta a polgármester, aki felsorolta a legfontosabb fejlesztési terveket is. Több mint 1 milliárd forint értékben van beadva a pályázatunk, és bízunk benne, hogy ebből, ha minden is, de lesz, ami ébe fut. Ez a Széchenyi úti kerékpárút, a bölcsöde fejlesztése, a Széchenyi utca egy fejlesztése, a buszváró épülete, ezen kívül az ipari park fejlesztése, a polgármesteri hivatal energetikai felújítása. Az ülésen a civil szervezetek támogatásáról is döntöttek, az idén 20%-kal emelték a keretet, összesen 3 millió forintot osztanak szét a civil szervezetek között. A város kulturális rendezvényeire és környezetvédelmi tevékenységre lehet pályázni. A pályázatok benyújtási határideje március 3. A jászárokszállási ipari park területének bővítéséről is döntöttek, hogy így segítsék az új cégek letelepülését és a meglévő cégek terjeszkedését. Még a régi helyén áll a hanisztéri Szent István szobor, de hamarosan új helyre költöztethetik. A tervek szerint a nagy templom déli oldalánál a másik kőpál alkotás a Károly Róbert szobor mellett kaphat helyet.
A hanisztér azonban nem marad üresen. Még ebben az évben ott állíthatják fel az országzászló emlékművet. Kőpál szobrászművész alkotása a Szent István szobor 2002-ben került ide. Az akkori koncepció szerint a hanisztér ezen részén egy úgynevezett királyok terét alakítottak volna ki, a Károly Róbert és a Szent István szobrot kiegészítve egy negyedik Károly szoborral. A Károly Róbert szobor áthelyezésével azonban ez a koncepció megdőlt, így a Szent István szobornak is új helyet kellett keresni. Az alkotó Kőpál kérése volt, hogy a másik szobra közelébe kerüljön ez is. Az ő kérésére az ő Kossuth-díjas építész barátja Vadász György kolléga tervezte meg az új helyét a Szent István szobornak is, tehát azzal lesz teljes az új hely, hogy a Szent István szobor is oda kerül, nevezetesen a Szent Beltan templom déli oldalára. Egészen pontosan erre a helyre. Az 5 méter 60 centi átmérőjű talapzat itt éppen elfér. A mészkőből faragott alépítmény szétszedése, átszállítása és újbóli összerakása 4 millió forintba fog kerülni. Németi László szerint az áthelyezés a költségvetés jóváhagyása után még a tavasszal megtörténhet. A szobor elköltöztetésének azonban nem csak a koncepcióváltás az oka. A képviselőtestület döntése értelmében ugyanis a hanisztéren szeretnék felállítani az országzászló emlékművet, ami már nem Kőpál alkotása lesz. Németi László ennek pontos helyét mutatja. Megy az, hogy Benkó Istvánnak lesz, mert az ő terve alapján készült régen és most az országzászló, de nem három, hanem ugye az egy lesz. Az monumentálisabb lesz mindenképpen, mint ezek az alkotások, és akkor így térbe fog különülni a két alkotó. A belváros egyébként további köztéri alkotásokkal gyarapodhat, mondta el Németi László. Az egykori Hermann Lipót sétányon állt mellszobrok egy része, ugyanis szintén a városközpontban kaphat végleges helyet. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség szervezésében zajló téli teremlabdarúgó torna az elmúlt hétvégén duplán is izgalmas volt. Az első kupa döntője és az öreg fiúk tornája is egy napon zajlott, igaz az egyik már befejeződött, míg a másik csak most kezdődött el. Hát az igazság, hogy nagyon vártuk már ezt a téli tornát. Az az igazság, hogy a csapat mozog, mert azért edzünk minden héten, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó megméretés, hogy hol tart a felkészülésünk. Hál' Istennek elég nagy létszámmal vagyunk, tehát 14-15 fő a csapat létszáma. Csoportbeosztás, hogy látod, mennyire erős? Csoportbeosztás, hál' Istennek a mi csoportunk nem annyira erős, tehát tulajdonképpen egyenlő erő küzdelme. A csoportok sorsolását követően a szenioroknál is volt halálcsoport, de a terem mindig okoz meglepetéseket. Dom sorsolás történik, tehát ez teljesen véletlenszerűen alakult így. Ténylegesen van olyan csoport, ahol három csapat az első osztály top négyéből alakult ki, és alakult olyan csoport is, ami papíron egy kicsit gyengébbnek bizonyult, viszont ott is pont emiatt kiegyenlítettek az erőviszonyok. A fiatalok csatájában az első helyért a Vamav Metkon HB 1-0 arányú Vamavos győzelemmel ért véget. A bronzmérkőzésen gólgazdag találkozón a Bezzekkert 4-3-ra győzött a Mezőgép ellen. Szigorúbb szabályozással kell biztosítani a megfelelő élelmiszer minőséget az Európai Unióban. Egyúttal szemléletformálásra van szükség a tudatos vásárlás elősegítése érdekében, mondta Zsigó Róbert, élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár. Az államtitkár szerint tisztesség kérdése, hogy a gyártók minden országban ugyanolyan minőségű termékeket hozzanak forgalomba. Egyúttal felháborítónak nevezte, hogy a magyar boltokban ugyanannak a gyártónak egyes terméke gyengébb minőségű, mint a nyugati országokban. Az eltérő minőségű élelmiszerek ügyében az Európai Bizottság is vizsgálódik, és várhatóan lépéseket is tesz a helyzet rendezésére. Minden bortermelőnek kötelező bejelentenie március 10-ig, hogy április 1-től egyszerűsített adóraktári engedélyesként vagy kisüzemi bortermelőként kíván tovább tevékenykedni. A változás a termelők több mint 90%-ának jelenthet könnyítést, hívta fel a figyelmet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Jellemzően a saját vagy vásárolt szőlőből legfeljebb 1000 hektoliter mennyiségben bort előállító borászatok választhatják a kisüzemi bortermelő státuszt.
Ezek a termelők 100 hektoliter palackos erjesztésű pezsgőt is készíthetnek, csak magyar szőlőt dolgozhatnak fel, és nem vásárolhatnak bort. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. A Jobbik Mátra Szent Imrén tartotta évnyitó frakció ülését. Több volt a káresemény, évet értékelt a katasztrófavédelem. Hamarosan új helyre költözik Szent István lovas szobra. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták pénteken. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig friss hírekkel várjuk Önöket. A viszontlátásra!